Sziasztok! Lehet, hogy már ti is hallottatok a body shamingről, vagy más néven testszégyenítésről. Azért jövök most ezzel a témával, mert eléggé időszerű ezzel foglalkozni, ugyanis nagyon-nagyon sokszor és sok helyen sajnos előfordul. A legutóbbi ilyen eset az egészen pontosan ma történt, tehát a interneten olvastam egy cikket, egy nőről, aki a szaunában volt, a fitnessterem szaunájában, egy nyuszis magazinnak a modellje, tehát valószínűleg egy ilyen hibátlan alakú hölgyről van szó, aki miközben szaunázott és kilátott a szaunának az ablakán, látott egy nőt öltözni, mesztelen volt, és ennek a nőnek, aki öltözködött, hát ő nem volt éppenségen a nagykönyvbe megírt tökéletes teste, gondolom nem volt annyira tökéletes teste, mint ennek a vetkőzős lánynak, vetkőzős modellnek, és azt írta ki Facebookjára, hogy vagy valamelyik közösségi portáljára, hogy sajnos nekem ezt kell látnom, akkor ti is nézzétek ezt. Így néz ki egészen pontosan az a kép, amit ő kirakott a közösségi oldalára. A hölgy, akit lefotózott, itt láthatunk. Azért mutattam meg nektek ezt a képet, mert nem senkit sem akarok ízekre szedni, viszont ugye itt nagyon-nagyon sok jogi sértés történt, tehát a mesztelenre vetkőzött nőnek, aki az öltözőben öltözködött, ő neki eleve az alanyi jogait sértette, illetve megszégyenítette. Hiába felismerhetetlen az a hölgy, aki a fotón szerepel, mégis ugye úgy lett bemutatva, hogy ezáltal a modell által, hogy nekem ezt kell látnom, és hát akkor nézzétek ti is. Tehát úgy, mintha ez egy ilyen borzalom lenne. Ugye ő azért írta így, hogy ez ilyen nagyon szörnyűséges, mert hogy ez a mesztelen hölgy nem volt úgymond ilyen modell alkatú. Több ilyen kampányt és reklámot is láttam már, ami arra, hogy is mondjam, arra helyezte a hangsúlyt, hogy ha valaki nem tökéletes testű, akkor ne menjen ki mondjuk a strandra. Egészen pontosan tavaly nyáron volt egy ilyen kampány, hogy kész vagy már a bikini szezonra, most már kész a tested a tengerpartra, hogy felvesd a fürdőruhádat. Egy nagyon annyira vékony modellel reklámoztak, hogy igazából már ilyen egészségtelenül, abnormálisan vékony modellel. Tudnotok-e, nekem semmi bajom nincs a vékony hölgyekkel, sem a teltekkel, sem igazából senkivel, viszont a testszégyenítés zajlik, és ez egy borzasztó dolog. Tehát ez ellen mi csak annyit tudunk tenni, hogyha valami ilyesmi reklámot látunk, ha egy ilyesmi kampányról hallunk, ahol nőket aláznak meg a testük a külsejük miatt, akkor minél több kommenttel, minél több aláírással próbáljunk hangot adni a nem tetszésünknek. Tehát ma már, amikor nem feltétlenül papír alapon írsz alá valamit, hogy neked ez nem tetszik, ma már a közösségi oldalakon érdemes hangot adni ezeknek a borzalmaknak, hogy ez ne történjen meg, és hogy legyen ennek vége. Mert jelenleg ez az, amivel előrébb juthatunk. Szerencsére ezt a modellt, aki ezt a hölgyet megszégyenítette a fitnessterembe, azóta kirúgták a munkahelyéről, elküldték a fitnessteremből is, tehát megszüntették vele megszüntették a tagságját, úgyhogy végülis ő is most már rosszul érzi magát emiatt, viszont még ma is él ez, hogy bántsunk másokat, és hogy ezzel mi akár vagányabbak és klasszabbak vagyunk, pedig egyáltalán nem. De ha véletlenül mégis titeket is valaki így megsértene, vagy bántana a testetek miatt, akkor ne érezzétek rosszul magatokat, ez őt minősíti, ez róla szól. Ne is az legyen a válaszotok, hogy őt bántjátok, vagy akkor rajta is kerestek valamilyen kivetnivalót. Inkább akár írjatok róla egy cikket, egy blogbejegyzést. Tegyétek közzé, hogy igen, vannak ilyen emberek, akik ilyeneket mondanak, és a minél több komment, a minél több olyan reakció, ami azt fogja mondani, hogy igen, ez borzasztó, hát ha eljut azokhoz az emberekhez is, akikhez kellene. Ha pedig nem jut el hozzájuk, ha pedig nem fogják fel épp vissza, hogy ez egy szörnyű rossz dolog,
akkor ezekkel az emberekkel nem is kell foglalkozni, hiszen ők nem értékes tagjai a társadalomnak. Tehát, hogyha valaki nem tud változni, ha valaki nem tud, hogy is mondjam, egészségesen gondolkodni, egészséges lélekkel élni, akkor igazából vele nem is kell foglalkoznunk. Tehát foglalkozzunk és figyeljünk azokra az emberekre, akik építőek, akik segítenek, akik jót tesznek velünk. Tehát próbáljuk elkerülni az ilyen gonoszkodó megjegyzéseket, vagy az ilyen embereket, de ha mégis valami ilyen divatkampány, vagy szépségkampány, vagy bármi ilyesmi kerül napvilágra, akkor igenis adjunk neki hangot, kommenteljük, írjuk hozzá, hogy ez nem jó, levele, szégyenteljes, stb. Tehát védjük meg magunkat, védjük meg a nőket, védjük meg a férfiakat, de hogyha személyessé alakul egy ilyen tesztszégyenítés, tehát hogy személyesen van valakinek problémája velünk, akkor jobb, hogyha nem is foglalkozunk vele. Úgyhogy remélem, hogy tudtam ezzel nektek segíteni. Ez a téma, ez azt hiszem, hogy még megér egy-két ilyen videóbeszélgetést, illetve kíváncsi vagyok arra is, hogy nektek ezzel kapcsolatban mi a véleményetek, történt-e már veletek ilyen, ha igen, hogyan reagáltatok rá. Úgyhogy ez lett volna mára. Sziasztok!